Villeneuve ugyanazt csinálta, mint Schumacher, célárnyékból beesett, csak ő nem tudta annyira bent tartani az autót, mint ahogy tette Schumacher, és majd, hogy nem vissza előzte Járnó Trullin. Na most jön Felipe Massa is szegény Trullira. Egy nyugat métere nincs Járnó Trullinak. És hát ez a kép, ez éppen alátámasztja azt, amit mondandó voltam, hogy néhány év alatt elköltöttek egy 50-70 méterről szabad szemmel is jól látható pénzösszeget a Toyota fejlesztésére. Webber autója? Webber autója? Igen. Hát mind a két Williams megadta magát. Azt a mindenit nem bírta ki. De kár. Pedig gyönyörűen küzdött Webber, és most nem is viccelek vele, Gyula, hogy bénán fogadtál.